Hat az egy megismerésének vagy megismerhetetlenségének indoklásához minimálisan hatféle értelmes megközelítésre van szükségünk, mert a megismerés paradox volt amiatt a racionális gondolkodás nem hoz eredményt. Csak az értelem tudja megmagyarázni azt, hogy ha valamiből valamennyit elveszünk, akkor több lesz belőle, illetve ha valamihez hozzáadunk valamennyit, akkor kevesebb lesz belőle. Egyetemes világunkban ilyen paradox az élet, a szeretet, a teremtés, a kegyelem, stb. Nem szabad elfelednünk, hogy a paradox jelenségek nem képesek önmagukban megnyilvánulni, csak párokban, folyamatokban és kapcsolatokban milyen kapcsolatot találunk például beavató mesterünk és a tanítványai között, a Teremtő és a Teremtett ember között is. A paradoxon jellemzője az is, hogy egyben ok is és okozat is, vagyis forrás is és fenntartó is. Amiből következik, hogy a fennálló kapcsolatuk önmagukat képes fenntartani, regenerálva, átalakulni, szabályozni, vagyis rendelkeznek önmagukkal. Ezt nevezhetjük egyetemes rendnek, igazságnak, vagy szabadságnak is. Amilyen mértékben megvalósítjuk magunkban az önszabályozást, az önrendelkezést, kapcsolatunkat az egyel, olyan mértékben részesülünk az egy rendjéből, igazságából és egyetemességéből. Értelmünkre hallgatva a Paradox egy a következő számunkra felfogható megnyilvánulások által ismerhető meg. Például első, az egy az egyetemes mozgásnak, pulzálásnak, hullámzásnak, változásnak a forrása. A pulzálás folyamatában, mikor megtörténik a kiáradás, akkor van jelen a teremtés, a megsokszorozódás, például a fény vagy az idő megjelenése. A kiáradást követi az összehúzódás, amikor az idő eltűnésével megjelenik a tér. De az is mondható, hogy a tér a semmi vagy az üresség mindig jelen van, csak amikor az idő megjelenik a tér, háttérbe kerül. Amikor pedig az idő fény eltűnik, akkor előjön a tér, a sötétség. A folyamatban egy újabb kiáradás és egy újabb összehúzódás következik, majd egy újabb kiáradás és egy újabb összehúzódás. Erre a biztos, törvényszerű, folyamatos térsötétség és időfény keletkezésre és eltűnésre lehet azt mondani, hogy semmi sem biztos, mivel minden a tér és időpár folyamatos változás alatt van. Ebből a folyamatból, korlátozott érzékszerveink miatt mi csak részfolyamatokat tudunk észlelni csak azokat a pulzálásokat észleljük, amelyekre érzékszerveink alkalmasak. A gyors vagy nagyon lassú pulzálásokat nem észleljük, de ettől függetlenül azok léteznek, ilyenek például a rádióhullámok, az ultraibolya fény. A tér és az idő, az egyetemes és a partikuláris két összetevő pár Pontosabban teremtett szakralitások, amelyekből a természet is van. Szakralitásként az ember is folyamatos változásban van. A tér és az idő változásával együtt jár az anyag, idő és az energia tér változása is, amely megadja az anyagi világ sajátságos megnyilvánulását. A Földi tér és idő hullámzása, körforgása, része a kozmikus hullámzásnak. Ha a hullámzást szimbolikusan szeretnénk jelölni, akkor a tér lenne a nulla, a teremtett idő, a fény pedig az egy. A mozgást, a hullámzást a nulla, egy, nulla, egy, nulla, egy szimbólumok, nem számok, végtelen sorozatával lehetne jelölni. Megjegyzés. Akvinói Tamás szerint az egy az első mozgató. Második. Az előző tételben jelölt sorozat vezet el a második tételhez, hogy az egy a láncolatok a tér és idő dualitásainak, kapcsolatainak fenntartó hálózata és annak koordinációja által van jelen. Mivel a hálózatban folyamatos a tér és tér, a tér és idő az idő és idő kapcsolata és átváltása. A fenntartó hálózatra jellemző A pont. Az átalakulás folyamatának alá és fölé rendeltsége, majd az átalakulás mellé rendeltsége és az újabb alá és fölé rendeltség. B pont. A tér és idő önállósága. C pont. A hálózat átváltó képessége. D. Pont. A hálózat szinergia hatása, és E. Pont. a hálózat védő hatása. A részfolyamatoknak önmagukban nincs értelmük, csak ha kapcsolódnak egy másik részfolyamathoz, és az egy másik részfolyamathoz. Nincsen tehát fix pont, mert a részfolyamatok mindig pulzálnak, hullámzanak. Az áramlatok a hálózaton belül oda-vissza hatnak és folynak. Ha ezt a pulzálást az általunk mért földi időre vonatkoztatjuk, következik, hogy érvénytelen az emberi időszámítás. Nincs értelme a napokat, a hónapokat vagy az éveket számolni, mivel kellene egy fix pont, amihez a számolást igazítani lehetne. De a folyékony időben ilyen pont nincs. Az idő végtelenségében nincs tehát sem 1789, sem 1920, sem 2022, mert ezek ugyanannak a tér és idő folyamatnak a részei. Érvénytelen tehát a Gergely naptár, de hasonló módon a többi naptár is. Ha az egy végtelenségéről beszélni lehet, akkor ez az időtlenség, vagy az időfelettiség lenne a végtelenség, ami nem más, mint a tér végtelensége. A jobb megérthetőség szempontjából, ha elkülönülő időről és térről beszélünk, akkor nem különböző időkről kell beszéljünk hanem ugyan annak az egy időnek és térnek valamelyik kis részéről, kis szeletéről. A nagy időben benne van a kicsi idő, ez lenne a mi időnk, amit életidőnek is lehet nevezni. Illetve az a kicsi tér, ez lenne az a tér, amit életünkben bejárunk ami életterünk, amely a nagy térben létezik, és annak része ezért a tér és az idő is fraktál szerkezetű. Vajon milyen lenne az iskolai történelem tanítás, ahol nem kellene a töredezett időhöz, leginkább a napokhoz és az órához kötött forradalmakról beszélni, ahol nem az analízis, hanem a szintézis szerint tanítanának. Amit tanítani kellene, hogy a részekben van az egész, és az egész nem a részek halmaza. Harmadik. Ugyancsak az első tételből származik, hogy az egy a változások szükségszerűsége, a keletkezés és az elmúlás, valamint a kiterjedés, teremtés, idő és az összehúzódás, elmúlás, tér dualitásának forrása és fenntartója. A szükségszerűség, az egymásra utaltság megvan a nagy tér és kis tér fraktálok, a tér és idő átváltás-megfordulás, valamint az idő-kis idő és idő-nagy idő között. Úgy is mondható, hogy a nagy tér, az egyetemesség mindenkiben kisebb darabokra, egyéni térre, életének terére osztódik. Ezt nevezhetjük kisajátított térnek, amelyet a világra jövetelünk alkalmával elfoglalunk. Hasonló módon a nagy idő mindenkiben kisebb darabokra törik, egyéni idővé, életének idejére osztódik. Akár az is kijelenthető, hogy ebbe a földi térbe és időbe kerülés az örökségünk, mivel már létező tér és időkeretet kapunk születési igazolványunkban ezt a tér- és időfoglalást jegyzik fel. A megörökölt, fraktál teret és időt az egy ránk bízta, hogy vele jól gazdálkodjunk, vagyis sokszorozzuk meg azt, rakjuk össze a széttört időt és teret, és alkossunk egyetemes nagy teret és időt erre a téridő alkotásra kaptunk egy egész életre szóló megbízást. Az egy mindenkire rábízta a feladatot, a módszertan pedig beavató mesterünk mutatta meg. A változó időt azért kapjuk, hogy vele az állandó teret megalkossuk. A módszer, a teremteni, megfeszülni, rendet tenni és visszatérni az egyhez. Ezekhez járul még az életlánc szerepünk betöltése is. A ránk bízott feladatok elvégzéséhez nincsen szükségünk tehát vallásokra, töredezett is anyagias világnézetekre, apparátusra és felépített tekintélyekre, mivel a meghívás személyes és nem kollektív. Amikor ezekről a feladatokról tudomást szerzünk, felébredünk, és végezzük el a feladatokat, beavatás, akkor járulunk hozzá a teremtés paradoxonához, a kiáradás és összehúzódás pulzálásához, és vagyunk részei ennek a teremtő hálózatnak. Négyes pont. Ha teremtett világunkban viszonyunkat az egyel, oksági ok okozat összefüggéseiben nézzük, akkor megállapítható, hogy részesei vagyunk a természetben is létező, állandó és szükségszerű kapcsolatok rendezettségének, a dinamikus rendnek, ahol az egy az állandó tulajdonságokkal rendelkezik, egyetemes énünk pedig ennek szükségszerűségével. Következik, hogy nem az állandónak kell szükségszerűvé válni, hanem a szükségszerűnek kell állandóvá válni, vagyis az egyetemes énünknek kell beolvadni az egybe, vagy másképp mondva visszatérni a paradicsomi állandó állapotba, az időből a térbe, az életből a létbe, a rendbe. De az is következik, hogy az ember az egy nélkül nem tud megnyilvánulni. Az egyetemes énünk szükségszerűsége azt jelenti, hogy az egyel minimálisan egy közös tulajdonsággal, vagyis egy kapcsolattal, egy megnyilvánulással rendelkezünk. Ez a kapcsolat lenne lelkünk dinamikája, rendje, vagyis visszatérő képessége. A visszatérő képességet tehát az élő, egyetemes én dinamikája adja az egyel alkotott közös hálózati kapcsolatunk, egyetemes énünk, tehát szinergikus, egymást kiegészítő és szükségszerű. Ahogy az anyag csak egy másik anyag által tud megnyilvánulni, úgy az ember is csak az egy által tud megnyilvánulni. Ez a megnyilvánulás van a kisgyermekeknél és a felébredett, kétszer született embernél. Ugyanis az ember teremtett teremtő, aki az egyben, az egyért és az egyel tud megnyilvánulni. Ellenkező esetben csak test, hordozó, potencia, aki nem nyilvánult meg az életben. Ha nincs az egy, akkor az ember sincs. Az ember az egy nélkül nem tud létezni, de az egy az ember nélkül tud létezni de ennek nincs értelme. Önmagáért és önmagában lenni sem az embernek, sem az egynek nem érdemes. 5. Amikor az embert az egy saját képére és hasonlatosságára egyetemes én tudatta rendelkezőnek teremtette, majd időbe, vagyis az életbe helyezte, akkor a felsőbb tökéletességből, önmagából, a tér Energia és idő anyag pulzálásából, vagyis a forrásból, valamint a működtető hálózatból, vagyis a fenntartásból részesítette. Mivel az egy az első emberpárnak az egyetemesből egyéni teret és időt adott, egyben azzal a feladattal is megbízta, hogy ezt az egyéni tört időt és teret birtokba vegye és használja, majd vigye vissza az egyetemességbe. Az ember feladata tehát, hogy önmagát érdemessé tegye a visszatérésre, elvégezze a rábízott feladatokat, amely következménye, hogy újra találkozhat az egyel. Ez a mindenkire váró próbatétel, teszt sorozat, amit életnek is nevezünk, amit a vallások ingyen üdvözülésnek mondanak, az ennek az egyéni feladatvégzésnek semmi bevétele, vagyis eltévejedés. Nem üdvözölni lehet és kell, hanem a ránk bízott feladatokat elvégezve kell visszatérni. Ingyen semmit sem adtak és nem adnak, így az életet sem és az üdvözülést sem. Azért kellett a megígért ingyen üdvözülés, ami jó marketingfogás hogy a protestáns vallások minél inkább elterjedhessenek. Ennek eredménye a szektásodás. Amikor gyermekünknek életet adunk, akkor gyakorlatilag már említett feladatcsomagot adunk neki, és vállalunk kötelezettséget arra, hogy segíteni fogunk neki abban, hogy feladatait megoldja. Ehhez kell az értelmes nevelés, tanítás és példamutatás. Minden születés a vertikális tér és a horizontális idő viseléséből adódó feladatok vállalását jelenti. Hogy mégis miért van olyan sok eltévejedett ember? Az azzal magyarázható, hogy a manipulált megvezetetnek fogalma sincs arról, hogy miért él és mi lenne a feladata. Neki kényelem és predestináció kell. 6. Az egy az embert értelmes tudásban részesíti. Ez a tudás lenne a bennünk lévő kis Isten, az egyetemes énünk felfedésének tudása, amivel egyetemes küldetésünket és a ránk bízott feladatokat el tudjuk végezni a tudás forrásával tehát rendelkezünk, de fenntartásához, működtetéséhez kell a módszertan, a példa, amelyet beavató mesterünk adott át személyes viselkedésével és tanításaival. Nem szabad elfelednünk, hogy lelkünk értelme az egy értelméből való részesedést jelenti. Mindannyian viseljük hármas jellegünket, a szellemünket, a lelkünket és a testünket. Amint korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, a teremtéskor először a forma, szellem, tér volt, amelyet később az anyag, a fény, az idő, a test betöltött. Tehát nem az anyag az elsődleges, hanem a forma, az idea, a szellem, amelyhez társul az anyag megjelenése az anyagi világ változatossága is azzal magyarázható, hogy az anyag szerveződő képessége, kombinációjainak mértéke és változatossága szinte határtalan. Ha világunkat az anyag megnyilvánulásának sokaságából próbáljuk meg racionalitással megérteni, a kémiai, fizikai és biológiai folyamatok törvényszerűségeit felfedni, akkor a sokaságban elveszünk. Ami egyszerűbb, ha értelmünkkel a szerveződési szinteket, a kapcsolatokat, a hálózatokat értjük meg, ha szintetizálunk és nem analizálunk. A világot akkor értjük meg, ha értjük az egyet, a láthatatlan és csak értelemmel felfogható formát. Az ember legnagyobb teljesítménye az, ha értelmével képes az egy üzenetét felfogni. Önmagát, egyetemes énjét, a benne lévő kis Istent megérteni, vagyis önerőből az egyet megismerni. Az egy hatféle megismerésének tudatában majdnem érthetetlen, hogy hogyan került a Sixtusi kápolna freskói közé, a felhők tetején ülő régi, szövetségbeli, szakállas öregember.